Elégedette az ellenzék a jelenlegi béremeléssel, mint köztudott 2017-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 20%-kal emelkedik. A munkavállalók üdvözlik az emelést, a KKV-k tartanak az adóterhektől. Megállíthatja-e ez az emelés több ágazatban is a munkaerő elvándorlást? Erről is beszélgetünk Veres Jánossal, az MSZP megyei elnökével. Folytatjuk a politikai évértékelőket. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a nézőknek is! Kezdjük ezzel a témával, bár be kell vallani, hogy minden politikus szóba hozta a jövő évi béremeléseket, több szempontból is beszélgettünk erről, de az ellenzék részéről elsődleges volt az, hogy béremelés legyen. Most ez a mérték, ez a 15% és 25% megfelelő-e? Először is, mi tavaly szeptemberben kezdtünk el egy olyan elgondolást hangoztatni, itt a megyében is többször beszéltünk erről, hogy szükség van Magyarországon fizetésemelésre, béremelésre, hiszen nagyon sok ágazatban nagyon komoly munkaerőhiányt lehet tapasztalni egyik oldalról, a másik oldalról pedig a megélhetési költségek emelkedése miatt is szükséges az, hogy bizonyos bérnövekedések sor kerüljön Magyarországon. Az elmúlt években szolid mértékű volt a bérnövekedés az országban, kivéve talán ez az év ebből a szempontból, és mi azt gondoltuk, hogy ezt egy jól előkészített, jó döntéssel korrigálni lehet, ami kialakult. Gondoltuk azt is ugyanakkor, hogy valamiféle olyan bérfelzárkózatásra is szükség van, ami a meglévő regionális különbségeket is képes valamelyest kompenzálni. Na most a megszületett megoldás az két szempontból problémás, ahogyan mi látjuk. Egyrészt, hogy nem nagyon látszik az, hogy az alacsony keresetű, alacsony jövedelmű, alacsony jövedelmezőségű cégeknél, ott, ahol az alacsony keresetűek nagyobb arányban vannak foglalkoztatva, az állam által adott, ajánlott, most már törvénybe is foglalt járulékcsökkentés, pontosabban szociális hozzájárulási adócsökkentés, az kompenzálná azt, amit bérnövekedésben kénytelenek és muszáj ezeknél a cégeknél megtenni. Azaz, én úgy fogalmaztam legutóbb, hogy nagyjából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégek 80%-ánál ez az egyenleg, ez negatív. Tehát a foglalkoztató szempontjából kevesebb az összeg, amelyet járulékkedvezményként élvezhet a cég, mint amennyit kénytelen hozzátenni a bérekhez, ezen keresztül a járuléktöblethez az állam felé befizetni. Ez az állam számára így kiszámolva, ez egy többletbevételt eredményező megoldás az emberek számára hoz egy többletbevételt, de a foglalkoztatók nem lehet látni, hogy honnan tudják még kigazdálkodni. Hát elsősorban a hazai kis és közepes vállalkozásokról beszélünk, de a hazai nagyvállalati szféra például? Hát azt tudom mondani, hogy ebben a megyében nagyon kevés ilyen van. Ebből következően ez megyében nem jelent igazán előnyt. Talán 20-nál több cég nincs ebben a megyében, akinek ez a mostani elfogadott változás, ez pozitív és eredményt hozna. A multicégek? Hát olyanok, akik vagy magyar tulajdonúak, de nagyvállalók itt a megyében, ilyen nagyon kevés van, talán kettő összesen, vagy pedig olyan külföldi tulajdonú nagyvállalat, amelyeknél a jövedelem színvonal már magasabb volt korábban is. Ezeknél a cégeknél a minimálbér növelés az szinte jelentéktelen terhet jelent, lévén, hogy nincs minimálbéren foglalkoztató dolgozójuk. Na most az igazi probléma tehát az, hogy ez a most megalkudott vagy kialkudott arány, amit elfogadtak, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a költségvetés egy biztos többlethez jut, ezeknek a cégeknek pedig hangsúlyozom, hogy ebben a megyében nagyjából 80%-a a foglalkoztatóknak ebbe a kategóriába tartozik. Nem kompenzálja semmilyen módon a járulékcsökkentés vagy a szociális hozzájárulási adónak a csökkentése azt, ami neki többlet bérnövekedési kötelezettsége van az állami döntés eredményeképpen. Mennyivel kellett volna a járulékokat csökkenteni? Úgy gondolom, hogy a mostanihoz képest nagyjából még 2% bele kellett volna, hogy félre a járulékcsökkentésbe. De itt is több lépcső lesz a járulékcső. Ez igaz, csak két olyan év van a több lépcső kapcsán, amely majd lehet, hogy utóbb fogja érni, de abban azokban az években is be van jelentve már további növekedés. Éppen ezért ez ezen cégeknek, ahol tehát 200 000 forint bruttó bér alatti az átlagbérszint havonta, ezeknek többlet terhet jelent ez a most elfogadott megoldás. Én ezért azt gondolom, hogy minimum a kormánynak gondolkodnia kellene abban, hogy hogyan tudná ezt kompenzálni, ha csak átmenetileg is, de valamilyen kompenzációs rendszert be kellene vezetni. Volt erre már példa az elmúlt 20 évben Magyarországon, ezért azt gondolom, hogy most is célszerű lenne ezt bevezetni. Ez egy bértámogatási rendszer? Valamilyen bértámogatást adni, pontosan így van. Ráadásul erre még az Európai Uniós források is lehetőséget adnak. Tehát nem jelenteni azt, hogy a magyar költségvetési többlet kiadás jelentene ez a dolog. Ebből azt gondolom én, hogy
ha későn született a megállapodás, valószínűleg későn gondolták végig azok, akik ennek a megállapodásnak az előkészítésében részt vettek, hogy milyen lenne az a kompenzációs mechanizmus, ami legalább egy fél éven, egy éven át tudna ezeknek a cégeknek segíteni. Ez nagyon fontos, mert ebben a megyében a foglalkoztatást gerincét adó cégek többsége nehéz helyzetben lesz a következő évben, mert nem fogja tudni az árait növelni. A költségei a bérnövekedés és a bér miatti járulékteher miatt magasabbak lesznek, és ettől kezdve jövedelmezési problémá lesznek a cégeknek. Nézzük egy picit a munkavállalói oldalról, hiszen a sok-sok sajtótájékoztatón inkább munkavállalói oldalról közelítette meg az ellenzék ezt a kérdést, és azt mondta, hogy a külföldi cégek elszívták a magyar munkaerőt, illetve a fiatalok nagy része külföldre vándorolt, amiatt, hogy itthon sokkal alacsonyabbak a bérek. Nyilvánvalóan maradt bérkülönbség így is a külföldi és a hazai bérek között, de valamilyen ágazatban itthon tudja tartani ez a béremelés a munkavállalókat. Szerintem ágazatban nem tudja itthon tartani, én nem hiszek ebben legalábbis, ahhoz sokkal nagyobb mértékű bérnövekedésre lenne szükség a most kialakult szintekhez képest, mint amit ez a mostani döntés magában hordoz. Ugyanakkor fog majd hozni olyan következményt, hogy néhányan vagy nem fognak elmenni, és nagyon kevesen fognak ennek hatására visszatérni. Én beszélgettem olyanokkal, akik külföldön dolgoznak, akár a mi megyénkből mentek el, akár az én városomból, Nyírbátorból mentek el, és ők bizony több 10%-os mértékű jövedelem többlet esetén fontolnák meg azt, hogy hazajönnek-e az ő külföldi munkahelyükről. Az azt jelenti, hogy 40%-nál kevesebbet senki nem mondott közülük, hogy mennyivel többet kellene itthon keresnie az egyébként kereshető pénznél ahhoz, hogy ő komolyan megfontolja azt, hogy akkor hazajönne és itt folytatná tovább az életét. És mi szólnak az állami szférában felelhető béremelésekről? Ugye itt a közalkalmazottak, a köztisztviselők béreit is említhetjük, de már a szociális ágazatban is talán elindult valami. Talán elindult valami, ez nagyon helyes kifejezés. Én azt gondolom, hogy nagyon mélyről nagyon soká fognak fölzárkozni a szociális ágazatban foglalkoztatottak ahhoz, hogy elfogadható színvonalú legyen az ő jövedelmük. Én itt ebben egy problémát látok jelenleg, az önkormányzatoknál foglalkoztatottaknál ma úgy látszik, hogy mintha ők kimaradnának mindenfajta központi béremelési döntésből. A kormány tisztviselők kapnak, egészségügyben kapnak, másút megint kapnak, de úgy tűnik, hogy az önkormányzati alkalmazotti kör az minthogyha ebből a szempontból valaki számára elfelejtett kör lett volna. Egyébként azt gondolom, hogy mi természetesen a munkavállalók szempontjából örülünk annak, csak én azt gondolom, hogy a gondos előkészítés az a kifizető szempontjainak a mérlegelését is magában hordozza. A költségvetésnél ez nem szempont, hiszen költségvetésnél megvan hozzá a forrás minden esetben, de a vállalkozói körben azért ez egy nagyon komoly szempont. A legutolsó közgyűlésen, amely megyei közgyűlésen, amely a múlt héten volt, szóba került pontosan ez az önkormányzati hivatali dolgozók béremelése, és erre vonatkozóan a következő évben, februárban a megyei közgyűlés egy javaslattétellel is fog élni. Ezt ugye elfogadta a testület, de ha már itt tartunk, és ugye a megyei közgyűlési tag is, egy másik javaslattételt is elfogadtak, ez végül a közmunka átalakítása vonatkozik. Nagyon kevés időnk maradt. Miben kellene itt a megyében, Szabolcs-Szatmár-Berek megyében átalakítani, megváltoztatni a közmunkát? Hogyan lehetne? Úgy kell megváltoztatni a közmunkát, hogy a válságidőszakban természetes eszközként használt közmunkarendszer az ne váljon életcéljá senkinek sem. Ebben egyetetes alakult ki a közgyűlésben. Szerintem az a hiba, hogy ma ebben a megyében több tízezer ember esetében ez életcéllá vált, hogy ő közmunkásként kívánja majd az életét leélni. A gyerek azt látja maga előtt példaként, és ezt követően erre trenírozza magát. Szóval mindenképpen az lenne, hogy az üzleti célú foglalkoztatás lenne meghatározó, döntő mértékű, és átmenetileg kisebb létszámban valóban szükség lehet, vagy szükség is lesz, elsőben mondom még egyszer, a válságos időszakokban a közfoglalkoztatásnak a fenntartására, de amekkorára ez növekedett mostanra, itt a mi megyénkben is, de az ország keleti részében, más megyékben is, az kifejezetten már káros, kifejezetten már rontja, hiszen a üzleti munkahelyeket viszont, amelyek közben létesülnek, nem lehet föltölteni megfelelő létszámú munkaerővel. Ebből nagyon nagy konfliktus alakult mára már ki. Ezt mi érzékeljük Nyírbátor környékén, nagyon sok foglalkoztatónál, de Nyíregyháza környékén is érzékelhető, és azt gondolom, hogy úgy kell átalakítani ezt a rendszert, hogy egyértelművé váljon az, hogy elsősorban üzleti munkahely, ez legyen a gyereknek, aki tanul, aki diák, aki valamire készül, a célja, a perspektíva, az nem lehet megélhetési perspektíva senki számára. Az egy kényszerhelyzetben átmenetileg vállalt megoldás lehet kinek-kinek, hogy közmunkából tartja fönn a családját. Erre nem lehet családot alapítani. Hát ebben a kérdésben még a képzéseknek és a szakképzésnek is lesz feladata. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.